Gratuláció is járta a most kapott eszközök mellé. A Cikádor Főnix Egyesület civiljei diáktűzoltók képzésével foglalkoznak, ők a gyerekeknek pályáztak sikeresen egyenruhákra. A versenyeinken, tehát az ifjúsági CTF versenyeken ott már országos szinten kötelező az egységes megjelenés, és mi 2 évvel ezelőtt a Tűzoltó Szövetség által kaptunk ezeket a francia ruhákat, de a gyerekek, ahogy nőnek, ezek mérethiányosak. A tamási tűzoltókhoz is jutotta a mostani forrásból. Ők pénzt nyertek egy pályázaton, amiből nagyértékű, a tűzeseteknél fontos eszközt vesznek. Mi ezen a pályázaton pénzösszeget nyertünk, számszerűsítve 950 ezer forintot, ami egy 3,5 milliós magas nyomású oltóberendezésbe egy ilyen egylábként teszünk be, tehát másik pályázatokkal összevontunk ezt a pénzt is, és valamikor a jövő év folyamán, tavasszal, január-február magasságába megkapjuk. Erdőtüzeknél tudjuk nagyon jól használni. Már sok éves hagyomány, hogy karácsony előtt az önkéntes és a települési tűzoltóságok, valamint a mentőszervezetek központilag eszközöket és azokra fordítható pénzt kapnak. Tolna megyébe idén nagyjából 30 millió forint jutott. A szakfelszerelések én általánosságban így fogalmaznám meg. Az egyesületek minden évben felmérik azt, hogy mire van szükségük. Az, amikor új tag kerül mondjuk a csapatba, akkor mindenképpen szükséges neki egy egyéni védőeszköz, védőöltözet, akkor pedig védőruházatot fognak a pályázati keretbe betenni. Ha pedig azt mondják, hogy a településen mondjuk nagyon sok alkalommal villámárvíz lehetséges, akkor meg mondjuk egy hondaszivattyút fognak majd igényelni a pályázat során. Tehát mindig az adott helyszínre vonatkozóan, az adott településre vonatkozóan igénylik meg ezeket a felszereléseket a kollégák. Tolna megyében egyébként 21 önkéntes tűzoltó szervezet működik, 3 önkormányzati és 5 települési mentőegység. Ők most mindannyian kaptak eszközöket vagy pénzt.